alvásunk minőségét, nagyon meghatározza azt, hogy milyen a közvetlen környezet, és a közvetlen környezetnek milyen információ tartalma van. Tehát ha itt fekszünk ezen az ágyon, akkor sok minden hat ránk. Hatnak a bútorok, a bútorokban lévő tárgyak, hatnak ránk az alul jövő sugárzások, földsugárzástól a vízérig sok minden, hatnak ránk a szomszédos helyiségekből, lakásokból érkező terhelések, de ezek alapvetően mind-mind információk. Tehát azok az információk, amik itt körülöttünk vannak, meghatározzák az alvásunk minőségét, illetve hogy alvás közben milyen információs mezőben fogunk tartózkodni, feküdni, aludni, próbálni regenerálódni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mit engedünk a mi saját információs mezőnkbe, vagy annak közelébe, tehát ehhez képest próbáljuk szűrni ezeket. Tehát tegyünk föl védelmet a szomszéd felé, tegyünk föl a védelmet az adott bútorzatra, szekrényre, vagy akár távolítsuk el azokat az eszközöket, tegyünk föl árnyékoló eszközöket, felületeket az ágy alatti területre, hogy alulról mindig kevésbé érkezzenek ránk felénk terhelések, illetve mi magunk nem mindegy, hogy hogy viselkedünk, tehát ne lefekvéskor gondolkozunk a munkahelyi problémánkon, ne akkor kezdjünk el internetezni, ne akkor üzengessünk telefonon embereknek, ne akkor cseteljünk sok mindenkivel, mert ezek az információk is meghatározzák aztán nem csak az álmainkat, hanem az alvásunk minőségét. Tehát, hogy körülöttünk milyen információ lesz jelen az alvásunk idején, alvásunk időszakában, az mind-mind ez a sok információ hat ránk alvás közben, a regenerálódás fázisában. Tehát nem mindegy, hogy milyen információs közegben regenerálódunk, erre figyeljünk oda elalváskor, elalvás előtt.